A Pannonia Bár 8. születésnapi buliján az Álmokfutók együttes lép hamarosan színpadra. Kozsó, hová és minek ez a rohanás? A 21. század előfutárai vagytok? Igen, szeretnénk lenni, de tulajdonképpen a 3. évezred előfutárai szeretnénk lenni, hiszen az Álmokfutók a pályafutását legalább 3000 évre tervezte a Földön. Új design, új csapat. Kérek, hogy mutasd be őket. Rögtön kezdeni, bal mellettem egy ilyen szőke démonnal, ő Suzy, a vörös ördögöcske lányocska, ő pedig Sandra, és itt egy ördög fiú, ő pedig Vic. Van valami, ami az Álmokfutók stílusát megkülönbözteti a mostani hazai csapatoktól? Szerinted mi az? Szerintem az a hihetetlen szeretet, szerelem, borzasztó jó zene, amit megpróbálok összehozni, és az az érzés, amit azzal sugallunk, hogy ezek a számok mindenkinek szólnak. Néző kérdéssel búcsúzom el tőletek. Mennyiért és kinek a tanácsára, vagy kinek a kérésére köszönél el a tincseitől, a tincsettől? Mennyiért, vagy kinek a kedvére? Ez felbecsülhetetlen, jól mondja Suzy, szerinted? Felbecsülhetetlen érték, úgyhogy nincs olyan összeg szerintem. Érték, Sandra szerinted? A pénz. Jól mondják, Vic? Kizár dolog, hogy a Kozsolyától megszabadulunk. Soha, semmiért. Ez a tincs, ez már hozzám tartozik. Ha majd egyszer leesik az összes hajammal együtt, akkor is kitalálok valami varkocs szisztémát, és akkor is fog lógni valahonnan felülről egyébként. És végül megkérek benneteket, hogy búcsúzzatok el. Mondjad. Hogyha lehetne, akkor egy esetben megszabadulnék tőle. Hogyha a világon mindenhol béke lenne és szeretet, akkor odaadnám a hajtincsemet. Komolyan. Remélem, hogy mi hamarabb teljesülni fog a vágyad és a kívánságod. Az én kívánságom viszont az, hogy búcsúzóra egy frappáns elköszönést kérek tőletek a csapattól. Sziasztok! Mi vagyunk az Álmokfutók! Van valami! Köszi szépen, sziasztok! Ez a lóta úgy szól, hogy miért megszól zene, hogy ahol mi már átkalott, ennél sem csillagos este volt, mikor a szélek szembe jött, és a szívemet öltözött, tudod, sosem hittem el, valaha más is leszel, érzem you
Szóval most jön a rap.